Sziasztok, és üdv újra egy napi vlogban, ezer éve. Éppen most ilyen ügyintézős napot tartok, és már kétszer voltam itthon, és most megint elindulok, és arra gondoltam, hogy most így a jobb részét fogom felvenni nektek, legalábbis majd így a nap közepe, vége fele majd, ha sikerül eljutnom, akkor végre elmegyek egy ilyen terápiás shoppingra, rám fér. Úgyhogy gondoltam, hogy elindítom a kamerát, és vágjunk bele. Az utóbbi napokban egyáltalán nem volt rá alkalmam sajnos, hogy videókat gyártsak nektek, de erről majd később. Szóval most megindulok, és arra gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen kis mini shop fit me, egy ilyen mindent elintézős vlog, hogyha mondhatom így. Kellene egy rúzs. Vagy valami. Aj, mondta, hogy nem tettem ki. Szóval kellene pár, akkor kiraktam. Szerintem. Mert hogy itt nincs, akkor ne, na. Megvan. Most pakoljak vissza. Szóval szeretnék venni pár dolgot a Pepco-ban, pár dolgot, ilyen háztartási dolgot, aztán kell vennem, kellene, és nem tudom, hogy már érkezett az Obiba ilyen szobanövény újdonságok, mert igazából arra lenne szükségem, amik ugye sajnos megadták magukat. Azok helyére szeretnék pár újat venni. A legnagyobb kedvencem lett ez a Dior ajak balzsam a mahagóni árnyalatban. Na de megyek is, mert először időpontra megyek, aztán utána egyébként nem tudom, hogy én jövök-e haza, vagy a férjem, de jönnek a kamerások, és felszerelnek két kamerát még az udvari részre, és azt valakinek be kell engedni, de szerintem én leszek, hogyha ügyes vagyok, és sikerül időben elintéznem a dolgaimat. Igazából majdnem mindent megvettem, csak most sietek haza, mondtam, hogy haza kell érjek. Voltam a DM-ben, Pepco bankikben. Ezeket majd meg tudom mutatni. Még két helyre el akartam volna menni, beugrani a Lidl-be, de ezt maximum másnapra fogom hagyni igazából. A DM-be ilyen háztartási, bevásárlásos dologra ugrottam be. Valaki már kirámolta a neki vásárolt macikát, mutassuk csak meg! Hát milyen macit kaptál? Sípol is? Azt a mindenit! Sípol? Lufi, mutasd már meg! Mutasd már meg! Mi ez? Nem is maci ez, mi ez? Valami. Csak az az egy a tied. Nincs több, ez az. Ne keresd! Ne keresd! Nincs benne kaja, de... Ez a tied. Ez egy mókus, vagy nem tudom, ez mi akar lenni. A kikkes, ilyen kis kutyus játékok, ezek a plüssök, nagyon-nagyon jó minőségek, nálunk legalábbis nagyon jó bírek. Figyelj csak, engedjük ezt el, jó? Tessék, ezt viheted, ez a tied. Ennyi? Vagy van más is érdekes, de nem hiszem. Nézd csak, ezt vigye. Na, nem, az sem, az sem, nem. Nem, nem.
Ahogy a melléket ebből is mutatja, már hazaértem, és gyorsan megmutatogatom, hogy miket vettem. Sajnos nem tudtam olyan nagyon sok mindent videózni ilyen üzletekben, mert rengetegen voltak, és mindig megfogadom, hogy nem megyek délután ilyen helyekre, nem mindegy. Úgyhogy vettem ilyen DMS zsepiket, ezt csak azért mutatom most meg, hogy mindjárt átváltom a kamerán, csak mivel, hogy nincs itt az állványom, ezért valószínűleg erre fogom felstócolni ide, és akkor így látni fogtok. Akkor meg is mutogatom. Szóval zsepi. Kettő elég volt így a zálványnak. Kettő ilyen zsepit. Én mindig ezt szoktam venni, mert ezek nagyon-nagyon vastag, négy rétegűek, és nagyon sokáig elég 100 darab van benne. Ezt, ennek is felment az ára, már azt hiszem, hogy ilyen 400-500 forint, de ebből szerintem most négyet vettem, de mindig beszoktam a kincébe is pályzolni. Aztán vettem nedvestörlőkendőket, ezt a kéket, ez ilyen illatmentes, vagy hát ilyen nem ilyen illatos idők, mert van rengeteg ilyen narancsos, meg ilyen különböző illatú. Vettem kettő, látod, beleakadtál mi? Hát, nagyon jó. Vettem kettő lufa szivacsot, mert szoktunk fürdeni, és ez most kellett. Folyékony szappan utántöltő, ez a málnyás most így úgy hívogatott, pedig általában teljesen mindegy ilyen sima, teljes, meg nem is tudom milyen egyszerű illatokat szoktam venni, de ez a málnás, ez most nagyon-nagyon hívogatott, úgyhogy megvettem. Málnás meg talán cseresznyi virágos, és a kutya, aha, még hogy nincs kaja benne mi. Úgyhogy, ja, megvettem mosogatószert, ez, amióta ugye mosogatógépünk van, igazából alig használok ilyen sima mosogatószert, de van, hogy ezzel mosok kezet, hogyha éppen valamit csinálok a konyhába, akkor így ezzel így kezet mosok, úgyhogy ezt vettem utánpótlásként, és szerintem a DM az ennyi, beugrottam még az Ecofamily-ben, mert hogy a férjem az olyan szinten megy, vagy használja a dezodorokat, hogy úgy voltam vele, hogy most betározok neki, és legyen mindig a pincébe, de ezek brutál drágák, szóval, hogy ahhoz képest, hogy régen ilyen 500 forintokba kerülnek, vagy kerültek, nagyon-nagyon drága lett, úgyhogy mindig az Ecofamily-ben a legolcsóbb, de vettem is belőle négyet. Ez a Rexona Men zöld színű, úgyhogy vettem csak ezt a zöld fajtát, mert múltkor más miatt vettem, véletlenül is mondta, hogy az nem jó, hiába ugyanúgy Rexona volt. Aztán vettem egy ilyen Bref eukaliptuszos koloraktív WC frissítőt. Itt van még egy, meg még egy dezi. Úgyhogy ezek majd mennek le a pincébe, de ez kb. Neki egy, ez kettő hónap, vagy inkább másfél. Úgyhogy, aztán bementem a Kikbe, és ott is vettem egy-két dolgot, az egyik ez az ilyen kinti hőmérő, mert ami volt ilyen nagy ilyen időjárás állomásom, amit nem is tudom honnan kaptam, az sajnos képzétek el, hogy elramlott, nem mutatja, folyamatos 10 fokot mutat, még amikor mínusz 8 volt akkor is, úgyhogy vettem egy ilyen kis olcsó, kis 400 forintos kültéri ilyen hőmérőt, hogy lássuk, hogy hány fok van kint. Aztán Lufikának ugye vettem ezt a kis macit, eddig érdekelte egyébként, azt hittem, hogy egy picit hosszabb életű lesz itt a sztori, de ez valami mókus, vagy ez nem tudom én milyenek ír a háta. Tessék, vidd el, rákcsáljad! Aztán még Kikben, ezt nem magamnak vettem, de megmutatom. Gyere, még vettem egy ilyen hát sportmelltartó, vagy ilyen kényelmes kis melltartó, tudjátok, ilyen izé nélküli, kapocs nélküli, meg ilyen merevítés nélküli. Egy ilyet vettem, illetve ezt nem magamnak, hanem Palinak vettem, mert hogy múltkor keresett ilyen kis edényeket, hogy mi ez, ilyen kis szószostál, meg ilyen ebből a kollekcióból, ebből az ilyen virágos texturált szélű, de hogy a belsője meg ez a kék, ebből keresett, és így meg hoztam most neki, mert utolsó darabokat találtam meg. Hoztam neki kettő ilyen kis picit, meg volt egy ilyen nagy belőle utolsó darab.
úgyhogy ezeket hoztam el, és még bementem a Pepco-ba, mert, sőt az volt az első, ahol bementem, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretnék végre új edényeket, csak egyszerűen sose találok. És amikor meg ott vagyok, akkor meg így nézem, hogy milyen brutál drágák a Pepco-sok is, és így elgondolkodom, hogy hol érdemes venni ilyen 3-4-5 literes edényeket, tudjátok, amiben ilyen kis leves lehet főzni, hol vegyek serpenyőt, hol vegyek tepszit, hol vegyek ilyen dolgokat, mert nagyon sokat most kiselejteztem a konyhából, még pár héttel ezelőtt, és azóta vadászom őket, konkrétan most van egy serpenyőm, azt is, annak is sérült az alja, azt is kidobnám, hogyha ha lenne másik, de nem találtam. Sőt, most a Pepco-nak van egy nagyon-nagyon jó új kollekciója, legalábbis valami Pepco-s csoportban láttam. És képzeljétek el, hogy ez a márványos, megmutatom, mert hogy megvettem a palacsintasütőt, mert hogy palacsintasütőm sincsen már. Vettem ezt a... Hát, mi ez már? Nem márványos, hanem ilyen, nem tudom melyik, Peter Marble, nem tudom milyen kollekciójú palacsintasütőt. Nekem ebből a serpenyői egyébként beváltak, de hogy igazából 3 évesek, azt hiszem, és lejött az aljuk. Úgyhogy elvileg van rá garancia, de hát most gondolhatjátok, hogy a 3 évvel ezelőtti serpenyőmnek megvan-e a garancia, vagy a kis számlája. Úgyhogy, de amúgy meg tökre szerettem őket, és ennek van egy olyan kollekciója most, hogy ez bézs, ez a kis izéje, ez pedig fa, vagy ilyen barna, úristen. Megláttam, és abból is van serpenyő, meg ilyen nagyobb lábasok, és akkor így mondom, úristen. És itt nem volt, volt egyfajta, aminek ilyen kicsit ilyen mattosabb, gumisabb volt az oldala, és abból volt egy nagy lábas, szerintem az biztos volt, hogy 5 literes, de annak már karistolva volt az oldala, és ezt nem akartam elhozni. Úgyhogy csak ezt vettem végül a Pepco-ba, ennek örültem, mert ez nagyon-nagyon ritkán van, konkrétan nyár óta nincs palacsintasütőm, mert akkor dobtam ki az enyémet. Úgyhogy most végre találtam. Illetve, amit így nagyon próbáltam manifestálni, hogy majd találok, mert nekem ez nagyon-nagyon tetszett, ez a húsvéti kis kosárka, ami, hát most mondjatok meg, hogy nem a legcukibb dolog a világon. Úgyhogy már húsvétra vásárolgat Anikó, de 1550 forintba került, volt belőle fehér is, de nekem ez a barna, ez annyira csodálatosan szép, és ember szerintem húsvéti dekorból is van egy-kettő, ami még így nagyon hívogató volt az üzletben, de megálltam, és csak ezt az egyet vettem, és ebbe elképzeltem, hogy ilyen virágokat, vagy bármit így lehetne így dekorációs céllal tárolni. Úgyhogy igazából még az Obiba akartam volna bemenni, de oda nem sikerült, illetve be akartam menni a Lidlbe, mert ott most ilyen ruházati cuccok vannak, amik érdekeltek volna, ilyen Jackie, meg leggings, meg ilyenek, ami a Lidlből megnéztem volna így minőségre. Ezt oda fogom adni a szomszéd kutyusnak, ha nem játszol vele. Mit képzelsz magadról, hogy anyád hoz neked ilyet, és te nem játszol vele? He? És még csipog is. Komolyan. És nem játszik vele? Hello. Játsszál vele. Új, sessét! Sessét! Nyugodtan sessét! Amúgy adjatok neki egy hetet. Majd megmutatom. És nem lesz füle. Rufinak ilyen fülfétise van, ennek van szép nagy füle, és egyik se lesz már meg szerintem. Hát, adjunk neki egy hetet. Na, legyünk optimisták. Közben persze a lényeget nem mutattam, amit már pár hete húzok. Mindig várom, hogy majd olcsóbb lesz, aztán eljöttem, hogy ez nem lesz olcsóbb. Úgyhogy vettem pár ilyen nagy tárolódobozt, és az a helyzet, hogy nagyjából ez azt hiszem 50-60 literes, mindenhol kb. Ugyanannyiba kerül, mindenhol rohadt drága, ezt a Tesco-ban vettem mostem, hogy 4000 forint volt. Úgyhogy természetesen adtak hozzá tetőt, úgyhogy a ma délutánt arra szánom, hogy egy-két ilyen nyári ruhát fogok belepakolni egy-két ilyen dobozba, és azokat fogom szépen. Hát én nem tudom, hova van két opció, vagy az akasztós kis állványok mögé ott van egy csomó hely,
oda stócolom be őket, vagy hát lehet leviszem a pincébe, nem gondolom, hogy probléma lenne, hogyha ez így légmentesen le van zárva egy dobozkában, ezek a kis ruhadarabok. Az első dobozban ilyen szoknyák, nadrágok, vékony kis tavaszi kis nyári alsók vannak, amit így elsőnek megtelítettem, és igazából valószínűleg ez a három doboz nem lesz elég. Még kettőt szerintem beszerzek, az egyikbe cipőket szeretnék, így szezonálisan, amik éppen nem szezonban vannak, azokat szeretném majd ezekben tárolni. Mára már csak egy némi húzás van tervben, utána pedig sorozatnézés. Mit szólsz hozzá? Segítesz felhúzni? Zárnyom úgy? Nagy segítségem leszel. Azt tutika! Úgyhogy én szerintem a mai napra el is köszönök, és ez a kis napi vlog ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett nektek, és élveztétek. Úgyhogy találkozunk legközelebb is, remélem, hogy velem tartotok. Sziasztok!